A 2016-os balul sikerült férfi kézilabda Európa-bajnokság után talán sokan leírták Faluvégi Rudolfot, akinek az elmúlt idénye sem alakult túl jól a csurgóban. A 23 éves irányító átlövő a nyáron meg sem állt Franciaországig, így az új szövetségi kapitány Ljubomir Vranjes a válogatott meghívott már Nantes-ba postázta. Jól esett. Igazság az, hogy sok minden megtörtént velem, amióta legutoljára a válogatottban voltam, szóval örültem, hogy itt lehetek és egy új fejezetet nyithatok. Motivált vagyok, minden rendben van velem, remélem, hogy része lehetek ennek a csapatnak, és sikereket arathatunk együtt. A válogatottba 2016. januárja után tért vissza, de vajon maga mögött hagyta el már a csalódást keltő Európa-bajnoki szereplést? Le kell zárni, az ember nem ragadhat le, úgy gondolom, hogy sokat hozzám tett. Már eljutottam oda, hogy nem változtatnék meg semmit. Nyilván nem volt mindig könnyű, de itt vagyok erősebben, mint valaha, és készen állok arra, hogy megmutassam mindenkinek, hogy mire vagyok képes. Augusztusban a Nemzeti Sportnak elmondta, minden képzeletét felülmúlta, ami Nantes-ban fogadta, felszabadult, elvált, élveti a kézilabdázást. Még a kezdeti időszakban hangzott el a számból. Annyi igaz volt, hogy ott az elején tényleg nagyon-nagyon meglódultak az érzelmek bennem, azért ez mára kisimult, és szerintem ez is a kulcsa annak, hogy jól tudok teljesíteni hétről hétre. Most úgy minden összeállt az életemben, ezt élvezem. A Bajnokok Ligájában eddig 5 meccsen 13 gólig jutó játékos szerint a csapatba való beilleszkedése jól zajlik, de még folyamatban van. Nem vagyok elégedett maradéktalanul a helyzetemmel. Úgy gondolom, hogy mindig van benne egy kicsivel több, egy kicsivel jobb teljesítményem a lehetőségeimben. Szerintem ez elérhető itt, minden nap ezt érzem, szóval dolgozom tovább. A válogatottban az új kapitány új csapatot is épít, ennek az első állomása a héten zajló egyhetes edzőtábor. De nagyon hosszú tartalmas hetünk lesz, mert rengeteg munkát kell elvégezni most így hirtelennyébe. De, ahogy mondtad, minden új, de nekünk most ebből kell főzni. Az Európa-bajnokság hamarosan itt lesz, szóval nagy koncentrációval végezzük az edzéseket. Szeretnénk haladni egyről a kettőre, mert minél előbb tudunk majd fejlődni, annál korábban tudunk a finom hangolás részére érni. A Faluvégi családban nem csak Rudolf pályázik a válogatottságra, hanem húga, Dorottya is. Az FTC 19 éves szélsője csapata első két Bajnokok Ligája mérkőzésén csak úgy szórta a gólokat, három forduló után 15 találatnál tart. Nagyon örülök neki. Most az elmúlt hetekben a BL-ben nagyon sok bizalmat kapott, örülök, hogy ilyen jól meg tudta hálálni. Tudom, hogy a lányoknak is nem sokára világversenye lesz, szóval ki tudja, hát ha még a következő hetekben jó formában lesz, aztán esetleg tolakodhat egyet ott a jobb szélső pozícióban, majd meglátjuk, de ráér ő is, hál' Istennek, teljes békében, nyugalomban van, jól érzi magát, szóval remélem, hogy az eredmények is majd folyamatosan fognak alakulni, mert megérdemli.